Üdvözöllek benneteket, mindent szeretettel, és nézzük meg akkor a mai hirdetést. Tolakodj oda, hogy megérinthessd. Már sokakat meggyógyított úgy, hogy akiknek valami bajuk volt, hozzá tódultak, hogy megérinthessék. Márk 3:10. Jézus meggyógyított egy asszonyt, aki 12 éven át szenvedett egy betegségben. Amelyet a társadalom diszkréten vérfolyásnak nevezett. Az orvostudománynak nem volt rá gyógymódja. Figyelj meg, hogyan történt a csoda. Az asszony átnyomakodott a tömegén Jézushoz. Hátulról megérintette ruhája szegélyét. Máté 9:20, és azonnal meggyógyult. Az emberek persze elkezdtek erről beszélni, és elindult egy trend. Néhány fejezettel később azt olvashattuk, hogy odavittek hozzá minden beteget, és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét megérinthessék. Aki csak megérintette, meggyógyult. Máté 14:35-36. Ha valamilyen betegséggel vagy káros szenvedéllyel küzdesz, tolakodj oda és érints meg Jézust. Imádkozz és higgy igéjében. Légy kitartó. Különbség van a tények és az igazság között. Tény lehet az, hogy a prognózisod nem jó, de az igazság az, hogy a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt. Jakab 5:15. Azt mondod, ismersz olyan embereket, akik gyógyulásért imádkoztak, de nem kapták meg. Igen. Ám ha Krisztusban, mint megváltójukban bíztak, akkor megkapták a végső gyógyulást, mert elköltözni és Krisztussal lenni sokkal jobb mindennél. Filippi 1:23. Amikor rájön az ideje, mindannyian meghalunk valamiben. Tehát amikor rájön az ideje, mindannyian meghalunk valamiben. Addig viszont Isten igéje azt mondja nekünk, hogy ugyanaz a hát, amely a keresztet cipelte, hogy elvegye a bűneinket, hordozta a korbács ütések sebhelyeit is, hogy elvegye betegségeinket. Szavával kiűzte a tisztátalan lelkeket és minden beteget meggyógyított. Hogy beteljesedjenek az Ézsaiás proféta által mondottak.
erőtlenségünket ő vett el, és betegségeinket ő hordozta. Máté 8. 8, 16 és 17. Hát igen, ez nagyon szép volt. Köszönöm, hogy meghallgattatok, minden jót továbbra is. Kellemes hétvégét, szép napot. Az Úr áldja meg benneteket, adjon nektek sok erőt, hogy tudjatok elviselni minden kellemetlen dolgot. Tudjunk elviselni, így van. Na minden jót akkor, a legjobbakat tőlem. Hamarosan találkozunk éli adásban. Sziasztok! Van. Na jó, akkor a holnapit azt nem tudom, hogy mi fog lenni, nézzük meg. Amikor nem írtad, bíz Istenben. Ez holnap, jó? Na.